hálózati átviteli közegek közül legtöbb esetben, amivel találkozunk, ez nem más, mint a köznyelben emlegetett UTP kábel, LAN kábel, internet kábel, hálókábel, hálózati kábel és a többi, ugye ezekre a nevekkel illetjük, de nem elfelejtendő, hogy ennek a kábelnek is azért több különböző változata létezik, és nagyon sok mindent befolyásol az, hogy miért használunk, hol használjuk őket. De ezek mellett a nevek mellett, hogy mit is jelent igazából az, hogy UTP kábel vagy másik, egyik másik kategóriája az STP kábel. Az UTP kábel jelentése nem más, mint az Unshielded Twisted Pair. Ez az azt jelenti, hogy árnyékolatlan csavart érpár. Ugyanis ezeknek a kábeleknek a belsejében 8 darab kis ér, 8 darab kis vezeték fut. Ez a 8 darab színkóddal jelzett érpár fut. Ezek kettesivel vannak összecsavarva, ugye a megfelelő színkód segítségével, és ezzel biztosítjuk azt, hogy az adatátvitel megfelelő legyen a kábelünk belsejében. De egyéb más jellemzők is nagyon sokat befolyásolnak a kábelnek a használhatóságán. Ugyanis egyáltalán nem mindegy, hogy a kábel milyen szigeteléssel van ellátva, belsejében milyen merevítés van és egyebek, de az UTP kábel például az pont ez a kategória, ugye, hogy unshielded, azaz árnyékolatlan. Ez azt jelenti, hogy itt a burkolat alatt, ugye a műanyag burkolat alatt nincsen semmi védelemmel ellátva, hanem csak szimplán a belsejében futnak ezek a részvezetékek, amelyek azért ugye műanyagbe vonattal rendelkeznek ugyan. Viszont ennek köszönhetően, hogy csak ilyen kevés szigetelés van, egyáltalán nem mindegy, hogy hol használjuk. Ugyanis ilyen esetekben, hogyha nem megfelelő helyen van használva, hanem például elektromos vezetékek mellett, vagy túl sok kábel vagy egymás mellett, ugye az elektromos zaj már gátolni fogja a kábelünknek a megfelelő működését, lassítani fogja az átviteli sebességet, hibákat fog okozni, és a többi. Most ezzel szemben az STP kábel, azaz a Shielded kábel, ezt most azért nem vágnám szét, mert ez egy meglehetősen drága kábel, már csak azért is, ugye nevében is benne van, ez egy árnyékolt kábel, szóval, hogyha összehasonlítjuk például a vastagságát a kettőnek, ide rakom egymás mellé, nem mennyire adja vissza, mert az egyik fekete, hogy ez azért egy jóval vastagabb kábel, ugyanis ennek a belsejében, hogy vágok be képet, ennek a belsejében úgy néz ki a felépítése, hogy a csavart érpárak és a külső műanyag burkolat között még egy alufólia van, tehát egy alulvédő réteggel van ellátva, ami szigetelésként működik a kábelben, illetve az ettől még komolyabb, még minőségibb és az ettől még drágább kábelekben még maguk a csavart érpárak is külön-külön kettesével be vannak vonva ilyen fóliával, és ezáltal meggátolja azt, hogy áthallás, zaj keletkezzen. Ket jelöléseket, ami azt jelenti, hogy kategóri. Itt van ez a kategóri. Ez azt jelenti, hogy hanyas kategóriájú az adott kábel, tehát így milyen minőségű. A kategóri 3, tehát kat 3, kat 5, kat E, kat 6, kat 7, kat 8, stb. De mit jelentenek ezek? Milyen tulajdonságokkal rendelkeznek? Tehát például kategóri 5-ös kábel, kat 5E, kat 7-es kábel, más-más jellemzőket tartalmaz. Tehát úgy néz ki, hogy a kategória 5-ös kábel, ez például a maximális sávszélesség, ami elérhető rajta, az a 100 megabit per szekundum, illetve ennek a felhasználása ugye pontosan emiatt korlátozott sajnos, hiszen ugye ez már egy kicsit elavult technológiának számít a mai digitális világban, még mégis mindig sok helyen megtalálható. Ezt váltotta például a CAT 5E, ez az, ami manapság a legtöbb helyen megtalálható, mert árérték arányban nagyon jó. Ennél már például ez a CAT 5E, az E az azt jelenti, hogy enhanced, azaz javított, és ennek a kábelnek már egy nagyon lényeges tulajdonsága, hogy ez már 1 gigabit per szekes adatátviteli sebességre képes, ami azt jelenti, hogy például nekünk otthon a hálózatunkban tökéletesen megfelelő, ugyanis egy ilyen gigabites kábelünk ki is maxolja azt a sebességet, amely a jelenleg rendelkezésre bocsájtott, a szolgáltatók által rendelkezésre bocsájtott router és a gépünk közötti adatátviteli sebesség maximuma. Bár aki már újabb generációs gépet épít össze, PC-t, azokban már található olyan alaplap, hogyha valaki olyat választ, hogy 2,5 gigabit per szekes hálózati kártyája van, ott már
ugye érdemesebb a magasabb kategóriú kábelt megvenni, főleg akkor, hogyha olyan routert vásárol, vagy akár ugye kér a szolgáltatójától, mert ugye vannak már szerencsére olyan helyek itt Magyarországon is, ahol már gigabites internet, illetve 2 gigabites internet is rendelkezésünkre áll, és ezáltal itt már ki tudjuk használni a nagyobb sebességet. Itt már, hogyha nem vesszük meg a minőségibb kábelt, ugye a CAT 6-ost vagy a CAT 7-est, abban az esetben sebességvesztésünk lesz. Tehát igazából hiába fizetünk mi elő a 2 gigabit per szekes internetre otthon, ha nem biztosítjuk a megfelelő kábelt az eszközeink közötti adatátvitelre, akkor bizony elveszítjük ezt az előnyt, és igazából feleslegesen fizetünk drágább szolgáltatásért. Abban az esetben mindenképpen ellenőrizzétek le, hogy milyen kábelt vásároltok. Ugye nézzétek meg a CAT besorolását. Ugye ott CAT 5, CAT 6, CAT E, illetve CAT 7 és a többi legyen, és abban az esetben, ha ez rendelkezésetekre, akkor használjátok. De megemlíteném, nem csak a kábel számít, hanem hogy a megfelelő portba legyen csatlakoztatva, úgyhogy ha ilyen nagysebességű internet kapcsolattal rendelkeztek, és a gépeteken is van ilyen csatoló, megvan a megfelelő kábel, akkor ellenőrizzétek le, hogy a routereteknek mely portja az, amely tudja ezt a sebességet, mert sajnos általában a routerek, amiket kapunk, csak egyetlen egy olyan porttal rendelkeznek, amelyek tudják ezt a 2,5 gigabit per szekes sebességet. Nyilván, ha magatoknak vásároltak, akkor azok általában már többet. Többségében, amivel én találkoztam, 2 van rajta, illetve lehet venni olyan switcheket, olyan routereket, aminek az összes portja tudja ezt a sebességet, de az már olyan nagy árkategória váltás, hogy egy otthoni felhasználásra nem feltétlenül éri meg, kivéve, hogyha több olyan eszközötök van, ami tudja és támogatja ezt a sebességet. De még azt sem mondanám, hogy szükséges nektek otthonra beruházásra, mert azért a szolgáltatók ugye ilyenkor szokták azt mondani, hogy van a minimálisan ígért teljesítmény, tehát hiába fizettek ti elő egy 2 gigabites internetkapcsolatra, nem lesz az folyamatosan 2 gigabites. Ha igen, akkor szerencsétek van. Na de ugye miért kell a CAT 6, illetve a CAT 6 fölött ugye a CAT 6A, illetve a CAT 7, CAT 8. Ugye a kategória 6 azt tudja már a 10 gigabit per szekes adatátvitelt, viszont fontos megemlíteni, hogy ezt csak bizonyos méretig tudja, tehát ugye azt is fontos figyelembe venni ezeknél a kábeleknél, ezeknek van egy ellenállása, tehát a kábelnek a hossza nagy mértékben befolyásolja az adatátvitel minőségét és a sebességét, tehát ezeket nem is lehet a végtelenségig használni, hanem például egy CAT 6-os kábel, az 10 gigabites sebességet tud nekünk 55 méterig, de a fölött már ugye romlik a jelnek a minősége, és maximum 100 métert tud ez a kábel lefedni, és ott már, tehát folyamatosan csökken ez az adatátvitel sebesség, és a 100 méternél már az 1 gigabit per szekes sebességet tudja csak. Ugye onnantól kezdve nekünk már egy jelerősítőre mindenképpen szükség van, vagy ugye ezt hidaljuk át már az optikai kábelekkel. Nem véletlen, hogy az ipari területeken, illetve hát ugye maga az internet hálózat is ugye az optikai kábelekre épül, hiszen azok tudják azt, hogy sebesség és jelvesztesség nélkül több kilométert is képesek lefedni jelerősítés nélkül. Úgyhogy igazából, hogyha valakinek van egy 2 gigabites internet előfizetése otthon, illetve a megfelelő eszköze hozzá, akkor egy kategória 6-os kábel beszerzése javasolt, mert az fogja tudni ezt a 2,5 gigabites sebességet kihasználni. Fölötte CAT 7 és egyebeket, CAT 7, CAT 8 már igazából szükségtelen, felesleges pénzkidobás időzőjelben, mert azért ezek a kábelek már szignifikánsan drágábbak. És emiatt nem igazán javasolt ezt megvenni, hiszen a CAT 7-es az ugye szintén 10 gigabites sebességet tud, 100 méterig garantáltam, de azért lássuk be, otthonra nem fog nektek kelleni 100 méternyi kábel. Úgyhogy így igazából a 7-esnek a megvásárlása szükségtelen, tökéletesen megfelelő egy 6. Tehát van a CAT 8, amely már 25-40 gigabites sebességet tud 30 méterig. Hát otthoni felhasználásra legyünk őszinték, ezt még nagyon messze állunk, hogy ezt használjuk. Ugye ezek a kábelek inkább a szerverek közötti adatátvitelre használatosak, de ott is a legmegbízhatóbb ugye az az optika, hogy optikával kötjük őket össze. És akkor nézzük meg a kábeleknek a teljes felépítését. Ugye adott maga
kábel, ugye benne az érpárakkal, illetve, ami még szükséges nekünk ehhez, a végére egy törésvédő, törésgátló, egy ilyen műanyag, ez ami innen hiányzik, ugye ennek pontosan az lenne a lényege, hogy megfelelően megcsinálva a kábel, akkor ugye ez védi azt, hogy ne törjön meg a végén, ugye amikor hajlítgatjuk, becsatlakoztatjuk az eszközökbe és a többi. Illetve hát ezek között is azért látható, hogy vannak különbségek, hogy van a sima műanyag, a minőségi prémiumabb kábeleknél ugye már külön fémházzal van megerősítve, hogy még ellenállóbb legyen, még vastagabb ugye az egésznek a mérete, tehát megnézzük, azért elég jelentős különbség van, de ugye ez egy CAT 7-es kábel, az pedig egy CAT 5-ös. Ezen felül még ami kábelünket alkotja, ugye a végén az RJ45-ös csatlakozó, RJ45-ös dugó, ez egy szabványosított csatlakozó, ebbe csatlakozik be a 8 érpár, és ennek a felépítése úgy néz ki, itt a belsejébe csatlakozik be a kábel, ide a végéig ütközésig kell bedugni, itt a belsejében, próbálok úgy állítani, a belsejében egy kis műanyag csatorna van kialakítva, amiben a kábelek megfelelően elhelyezkednek, tehát itt kell betolni a végén a kábelt, és krimpelő fogó segítségével ezeket a fém tüskéket kell belepréselni, tulajdonképpen az így belepréselődik a részkábelnek a belsejébe, és ezáltal fog az érintkező felület kialakulni. Itt pedig a végén ugye a fogó segítségével rá kell roppantani ezt a kis műanyag nyelvet, és akkor fogja rászorítani ugye a végére. Fontos, hogy itt a belsejében legyen, de majd a kábel készítésre, hogyha gondoljátok, akkor csinálunk egy külön videót, ugye a színkód keresztkötésű vagy egyeneskötésű RJ45-ös dugó végére föl krimpelő fogó használni, és hogy hogyan. Jó. Ennyit a UTP, illetve STP kábelekről. Még egyszer, az UTP kábel ugye Unshielded Twisted Pair betűszó. Ugye ez azt jelenti, hogy árnyékolatlan, csavart érpáros kábel. A másik pedig ugye az STP, ez a Shielded Twisted Pair, tehát ha valaki minőségibb árnyékolt kábelt szeretne, akkor ő STP kábelt fog vásárolni. Ezt kell nekünk otthonra beszerezni. Igazából az STP kábel, az árnyékolt kábelre akkor van szükségünk, hogyha nagyon sok hálózati kábel megy egymás mellett, vagy tudjuk, hogy a falban vezetjük el, például elektromos vezeték mellett, mert úgy van kialakítva a falban nekünk akár ilyen csatornarendszer, akkor ezt garantáltan szeretnénk azt, hogy ne legyen adatvesztésünk, ne okozzon az elektromos frekvencia zajt és áthallást ugye a kábelekben, ne okozzon nekünk problémát, abban az esetben STP kábelt kell vásárolnunk, csak nyilván azzal számolik, hogy ezek szignifikánsan drágábbak, tehát otthoni felhasználásra egy sima, egyszerű CAT 5E vagy CAT 6-os UTP kábel tökéletesen megfelelő lesz részünkre. Kommentben jelezzétek, amennyiben szeretnétek, hogy készítsünk kábelt, hogy bemutassam, csináljunk együtt kábelt, hogyan kell elkészíteni, és ha van rá igény, akkor arról is készítünk egy videót. Remélem szintén hasznos volt számotokra, és amennyiben így van, akkor találkozunk a legközelebbi videóban. Addig is, sziasztok!